Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nos, ennek a műsornak az elsődleges célja, amikor is sportolókat mutatunk be, egykori legendás nagyszerű sportolókat, hogy a 21. századi elvnek ellent mondjunk, hogy mindig csak a jövő és ez a felgyorsult világa fontos. Számunkra nagyon is fontos, hogy Székesfehérvár sport életében meg annyi olyan kiváló sportoló él köztünk ma is, akik megérdemlik a figyelmet. Visszatekintésünk mai vendége Szabó Erika, az Alba Régia Építők egykori nagyszerű kosárlabdázója. Szervusz, Csike! Honnét jön a beceneved? Kezdjük ezzel talán. Hát talán még általános iskolában a tanítónéni adta nekem ezt a nevet, mert volt több Erika is az osztályban, és akkor valahogy egyszer kicsúszott a száján, hogy na akkor Ercsike, te jössz, és akkor így lett az én nevem. Kosárlabdáról fogunk beszélgetni, méghozzá egy olyan legendás időszakról, ami azt hiszem, hogy nyomot hagyott Székesfehérvár sport életében. Általában méltatlanul kevés szó esik a női kosárlabdáról, holott egy olyan időszakot is megéltünk, ahol remek szakembereknek és pedagógusoknak köszönhetően egy nagyon fajsúlyos női kosárlabda csapat volt. Ahhoz azonban, hogy eljussunk eddig, a sportág választásnál kell kezdenünk, hiszen hogy lett a tiéd a kosárlabda? Hogy kezdődött? Hát én ugye Pétfürdőről indultam, ott Bekő Zsolt tanár úr volt a testnevelő tanárunk, és ő szerettette meg gyakorlatilag velem a kosárlabdát. Mégis az iskolában főleg kosárlabda volt, a lányoknak a választási lehetősége nagyon nem, mert a tanár ugye kosárlabdapárti volt, és független attól, hogy alacsony voltam, de mindig is gyors, kis fürge lány voltam, ügyeske voltam, és akkor így megmaradtam a kosárlabdánál, és gyakorlatilag ő vitt tovább, ő segítette, egyengette az utamat az elején. Még Pétfürdőn laktam, míg Fehérvárra nem kerültem iskolába, középiskolába. Áldott az a szerencse, akinek eszébe jutott először, tehát itt nagyon is megköszönhetjük a kornak, hogy 74-ben elindult Vasvári Pár gimnáziumban a testnevelés tagozat, hiszen te is testnevelés tagozatos voltál, ahogy a férjed, akivel már beszélgettünk, Wittmann Géza is. Igen. No, ráadásul én még emlékszem, hogy egy fantasztikus osztály volt a tiétek, illetve fantasztikus abban a szempontból is az egész vasfári testnevelés tagozat, hogy ugye Boksai Zsuzsi ott volt, és nagyon sok mindenki, hiszen Bauer Teréz, aki sajnos már nincs köztünk. Igen. Az én osztálytársaim közül a Szabó Bakos Judit, Szakmári Magdi, és így tovább. Tehát remek osztály volt a tiétek. Mi fogadott itt Fehérváron? Hiszen nyilván egy kislány, aki egy olyan sportágat űz, amiben tehetséges ugyan, de a fejlődési lehetőség adott, és hát gyorsan kell lépni, az egy újdonság. Hát gyakorlatilag 1976-ban kezdtem az elsőt, de akkor már itt volt kosárlabda sportiskola, amit a Varga Iván bácsi vezetett, és ő ugye a Vasváriból, akik ott oda jártak suliba, kosarasok, azokat mind elvitték a sportiskolába. Tehát mi gyakorlatilag az ő keze alatt növekedtünk, fejlődtünk, tehát ő egyengette az utunkat a középiskolás évek alatt. Plusz ugye volt az iskolacsapat, akit meg Sherman tanár úr vezényelt, és akkor hát így ez megmaradt ez a akinek szívügye volt a kosárlabda. Akinek szívügye volt ugyanúgy a kosárlabda, mint Iván bácsinak is, mert ott ugye különböző korosztályok voltak. A suliban meg 1-től 4-ig voltunk összerakva, tehát ott a legjobbakat válogatták ki gyakorlatilag, hogy egy csapat legyen. Miként sikerült szintet lépni? Ugye az kiderül gyorsan, hogy tehetséges vagy. Hát szerintem szorgalmas voltam, azért mindig igyekeztem úgymond megfelelni minden edzőnek, minden elvárásnak. Hát szintek, hát nem tudom, hogy hogyan kerültem. Tehát a középiskolás kupában is remekeltetek már, jó volt hát látni. Hát igen, ott jó csapat volt, nagyon igen. Jó csapatunk volt, ugye voltak kicsik, nagyok, elsősök, negyedikesek volt, akik húzták a, úgymond a csapatot, voltak akik ugye jól beszálltak,
cserék, helyettesítettek, ha sérültek voltak. Jó kis csapatunk volt, szívesen emlékszem. Volt példaképed? Hát abban az időben Zsuzsa volt nekem a példaképen, Boksai Zsuzsa, ugye jó barátok is lettünk, meg vagyunk is, a mai napig is szoktunk beszélni, vagy küldözgetünk egymásnak, bár nagyon régen találkoztunk, ugye most a pandémia miatt is, előtte meg jó pár évvel ezelőtt találkoztunk, de ő is csak rohant, sietett, de megígérte, hogy ha legközelebb jön Magyarországra, akkor össze fogunk futni. Ő volt a példaképen, főleg igen, meg az akkori válogatottban talán a Kislenke volt, aki volt, hogy igen, hát ő is egy legenda volt. Boksai Zsuzsáról annyit, hogy természetesen majd lesz vendégünk ő is, hiszen ráadásul ugye ő atlétának indult. Atléta, és igen, a remek tanároknak köszönhetően futó volt, és remek tanár és gerelyhajító köszönhetően. A Vasváriban egy olyan osztály volt a tiétek is, az akkori testnevelés tagozaton, ahol egymást húztátok különböző sportágakban. Mennyit segített az, hogy kiemelt szinten foglalkozhattatok a sporttal? Sokat jelentett, illetve azért mindenhol volt egy kis tolerancia, tehát hogyha volt edzés, meccs, olyan időszakban, amikor esetleg suliba kellett volna menni, tehát ezt mindig tolerálták, tehát elengedtek bennünket, vagy hogyha valaki mondjuk már akkor válogatott szinten volt, azokat is elengedték, tehát ezeket tolerálta az iskola minden tekintetben. Ez egy olyan időszak volt, hogy folyamatosan egymás mérkőzéseire jártunk, mondhatni, mégpedig azért, mert ott volt egy nagyszerű röplabda csapat, csupa szép lány, nagyszerű kosárlabda csapat, csupa szép lány, és akkor ott voltunk mi futballisták, és így természetesen kialakult egyfajta kohézió a két nem között így is, hiszen sportolók voltunk, és rátok talált a szerelem. Én azt gondolom, hogy az az időszak, ami elindított az életben, és az meg is tartódott. Itt gondolok arra, hogy találkoztál Wittmann Gézával, és azóta is házasok vagytok. Hát a szerelem az nem indult ilyen gyorsan, mert a középiskolában csak osztálytársak voltunk, tehát ott szerelemről szó sem volt. Úgyhogy csak az érettségi után kezdődött ez, amikor ő ugye Várpalotára került, én még akkor Pétfürdőn laktam, ugye az mellette lévő település, és akkor átmentünk egy meccsre. Nyilván mentünk foci meccset nézni szüleinkkel, és akkor hát onnan kezdődött valamilyen féle barátság, és az szövődött egy ilyen kapcsolattal, ami most is tart. Édes Tóha, csak nem 40 éve, 38 pontosan. Hát 38, pontosan. Igen. No, beszéljünk arról a csapatról, hiszen egy remek közösséget alkottatok az Albarégia építők. Mi volt az erényetek? Hiszen a korosztályok ott is változékonyak voltak, viszont én azt gondolom, hogy ahhoz mérten, hogy milyen fiatalok voltatok, remek eredményeket értetek el. Hát nekem úgy rémlik, hogy amikor én az Albarégiában voltam, én ott mindig a fiatalok, nagyon fiatalok között voltam, tehát valóban felraktak minket úgymond a felnőttekhez, és azért, hogy mi erősödjünk, tanuljunk tőlük, és jó csapat volt, mert én mindig úgy emlékszem vissza azokra az időszakokra, hogy nagyon sokat segítettek nekünk, úgymond az idősebb játékosok, meg támogattak mindenbe, plusz az edzők is segítették a mi fejlődésünket, mind a bárki volt is az edző. Ki volt a mesteretek? Ki az, akinek sokat köszönhettetek? Hát én nagyon sokat tanultam a Matolcsi. Igen. Edző bácsitól, illetve a Vetés Imre volt nekem a úgymond az igazándi edzőm, szegény már nincs közöttünk. Ő nagyon sokat segített nekem például, meg az akkori csapatnak. Mi számított akkoriban eredménynek, hiszen az akkoriban is elsősorban a Tungsram és a többi csapat révén ugye Budapest központú volt nagyjából az első osztály. Tehát mi volt a jó eredmény számotokra? Tehát hát ugye mi nem, hát nyilván mindenki a legjobbra törekszik, de hát első biztos, hogy soha nem
tudtunk volna lenni, tehát ott mindig csak, ugye, ahogy mondtad, Pest orientáció volt. Vidéki csapatok közül meg próbáltunk minél előrébb végezni. De hát ugye itt többnyire itt is saját nevelésű játékosok voltak, a vége fele kezdtek eligazolni, úgymond akik már Budapestről esetleg kiöregedtek, vagy a pesti csapatokban nem játszottak, azokat lehozták ide Fehérvárra, de ez nem sok volt, nem jellemző ez arra az időszakra, de szerintem egy az élmezőnybe való részvétel volt mindig a cél. Cél, ami meg is valósult. Ami általában meg is valósult. Tehát az hol idősebbekkel, fiatalabbakkal, tehát nem csak az idősebbek játszottak, akik úgymond ügyesebbek voltak, tehát mint én is, mint fiatal, engem is ugyanúgy bedobtak a mélyvízbe, és akkor ugyanúgy helyt kellett állni, és nyilván sikerült, ezért tudott ott maradni az ember, illetve eligazolni később. Öreg bajuszos mackó barátom Vetési Imre milyen edző volt? Én nagyon imádtam, nagyon-nagyon szerettük egymást, ő nagyon sokat segített nekem. Abban az időben akkor én voltam a csapatkapitány is, úgyhogy jó, szakmailag szerintem nagyon, nagyon sokat tudott a kosárlabdáról. Az, hogy milyen stílusa volt, hát én elfogadtam olyan, amilyen, de emberileg engem soha nem bántott, mindig csak segített, szakmailag pedig nagyon-nagyon sok mindent tanultam tőle, illetve tanított nekem, hogy mit hogyan kell csinálni, hogyan adjunk tovább, hogyan tudunk már egymásnak segíteni. Tehát partner voltam vele, amit ő mondjuk nem tudott megbeszélni az egyik játékossal, azt jó, majd a Csikének elmondom, és azt továbbadja. Tehát megvolt mindig ez a közös. Tehát egy jó közösséget alkottatok. Nagyon jó, igen, jó szervezte a dolgokat, mind szakmailag, mind emberileg. Amikor eljött a váltás ideje, hiszen Géza is elment Zalaegerszegre, te pedig ott voltál, sztárként kerültél egy másik vidéki csapatba, ahol még nagyon a kezdetén jártak a női kosárlabdának. Milyen volt megélni azt, hogy teljesen mást várnak tőled, hiszen nyilván megvolt már az első osztályú tapasztalatod, és sokkal, de sokkal többet vártak tőled. Nem csak a csapattársak, nem csak a vezetés, hanem nyilván a szurkolók is. Hát furcsa volt az elején, mert ugye először mentünk a Zalaegerszegbe, utána a Zalaegerszeg, mint az NB1-es, akkor ott, úgy emlékszem, akkor mi kiestünk NB2-be, és akkor átkerültem a Zalavolához, az ugye NB1-es volt, de jó érzés volt az is, mert mindenhol jó csapat, jó közösségbe kerültem, tehát nem frusztrált semmi, hogy bármi gondom lett volna belőle. Időközben pedig az édesanyaság is eljött. Én azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb pillanat, mondjuk ki egy ifjú hölgy életében. Mennyiben változtatta ez meg az életedet? Hát nehéz volt a váltás, mert ugyanis amikor én terhes lettem, én még 6 hónapig még játszottam NB1-be. És mikor már megmozdult a baba, utána mondták, hogy akkor itt most abba lehetne egy kicsit hagyni, és utána hagytam én abba, és szülés után is visszamentem elég korán, mert ugye Géza focizott, tehát neki nem volt úgymond szabad ideje, hogy esetleg amikor nekem edzés van, ő vigyáz a gyerekre, és akkor tudtuk volna váltani. Tehát ezt meg kellett oldani, ezt a helyzetet, úgymond idézőjelbe egyedül, szülőktől messze voltunk, nem tudott senki se segíteni, csak már nyáron, de így évközben, szezon közben egyedül voltunk, úgyhogy én elég gyorsan vissza is álltam, én mindenhova vittem magammal Krisztiánt, úgyhogy mondhatom azt, hogy ő a kosárlabda pályán nőtt fel. Igen, úgyhogy ezért nem csodálkozunk, hogy nem futballista lett, bár erről a Krisztiánnal az elmúlt beszélgetésben nem esett szó. Egyébként az tudatos volt, hogy merre terelgetitek? Géza mesélte nekünk, hogy az unokátok már most labdával, ha úgy tetszik, labdával született, és már most 3 esztendősen fantasztikusan játszik a kosárlabdával, és rendkívül tehetséges. Ez így volt a Krisztiánnal is? A Krisztiánnál hogy jött a tehetség? Mert az nyilván valamilyen szinten az édesanyától fakadt. Hát biztos volt tőlem is, amit örökölt.
A Krisztián korán kezdte úgymond a sport életét, és az legelső a futball volt. Tehát én vittem le, nagyon-nagyon mozgékony volt, ugyanolyan, mint most az unokák is. Tehát akkor panelban laktunk, ő tálnan ugrált, tehát ott csak mozgásról szólt minden, futás, dobás, ugrálás, és akkor mondtuk, na akkor ennek véget vetünk, elvisszük valahova sportolni, hát akkor menjünk edzésre, akkor megnézzük apát is, akkor fölültünk a biciklire, ki a videatompályára, és ott futballal kezdte az edzést, vagy a sportot. De nem sokáig tartott, mert ugye nagyon-nagyon sok gyerek volt akkoriban a pályán, és kevés labda volt, és akik ugye már, itt tudom én, egy hónappal előbb már ott voltak a pályán, azoknak már tudták a nevét, ismerték őket, tehát nehezen tudott beilleszkedni egy új gyerek, mint Krisztián is, és hát tetszett neki, de mégse tetszett neki, és akkor egyszer csak gondoltad, hogy ő már többet nem megy edzésre, anya. Hát mondom, oké, jó, de hát mondom, ez így nem mehet tovább, hogy itthon ugrálunk. Utána elindult az úszás, ő már tud úszni, akkor még mindig kevés volt a mozgás, na akkor meg már közép, vagy negyedik, ötödikes lehetett általános iskolás, és akkor a Nagy Sanyi bácsihoz levittük kosárlabda edzésre, és ő azt mondta neki, hogy tessék, itt van egy labda, ezt haza is viheted, és akkor onnantól kezdve Krisztián ott ragadt. Ugye ott volt labda a kezébe, ugrálhatott, dobálhatott, és valahogy ezt ő így megszerette. Ez már az Alba Kompos időszak. Hát igen, ez jobban előbb, igen. Így van az Alba Komp, hiszen utána jött Pécs, Kecskemét, Szolnok, és ismét Kecskemét, rengeteg válogatott mérkőzés. Mit gondol ilyenkor egy szülő, akinek szintén a kosárlabda volt a sportága, hogy az egyik vajkezű, most már mondhatjuk, hogy legenda, mert hogy kifelé jön a Krisztián is, de azt mondom, hogy az elmúlt időszak legeredményesebb, egyik legeredményesebb férfi kosárlabdázója. Hát igen, nagyon nagy büszkeséggel tölt el, és nagyon boldog vagyok, hogy ő neki sokkal jobban sikerült a sport karrierje, mint nekünk szülőknek, és én ezt mindenhol büszkeséggel tölt el. Amikor hazaköltöztetek Székesfehérvárra, nyilvánvaló, hogy alapjaiban megváltozott a te életed, és mihez fogtál? Mihez fogtatok? Hát gyakorlatilag én végig dolgoztam a sport mellett, tehát mindig volt munkahelyem. Hát ugye vállalkoztunk, piacoztunk, meg mindenféle dologba belefogtunk. Volt állandóan munkahelyünk, ahova bejártunk dolgozni, aztán tettük a dolgunkat, próbáltuk rendezni. Összejöttök még a régi csapattal? Nem. Ugye említetted, hogy a Boksa Zsuzsával tartod a kapcsolatot. Nem. Nem, egyetlen egy fehérvári kosarassal sem tartom a kapcsolatot. Ilyen öreg tyúkoknak mondják, úgymond ilyen csapat volt, egy Zalaegerszegen volt csapattársam, ő hívott meg egyszer egy ilyen Budapest bajnokságban ilyen kosármeccsre, oda el szoktam menni, de most már azt sem tudom vállalni, mert azért jönnek az unokák, segíteni kell. Úgyhogy már csak marad a gyerekekkel való kosorozás, futkáldás. Tehát akkor hála Istennek itt vannak az unokák. Igen, úgyhogy kosárlabda. Teljesen kerek a világ. Örülök neki. Erika, köszönöm szépen. Köszönöm. Ezt a becenevet szerintem egyetlen egy székesfehérvári kosár rajongó sem felejti el. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Vigyázz az unokákra, és én bízom benne, hogy még tanúi lehetünk, hogy az unokák, ha nem is itt, hanem valamilyen szinten Magyarországon remekül játszanak. Úgyhogy köszönöm szépen. Bízunk benne, hogy megérjük mi is, és tudunk nekik is szurkolni. Köszönöm még egyszer. Köszönöm én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Zabó Erika volt, az Albarigia Építők egykori kitűnő kosárlabdázója. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.